Bátaszéken több éve indult a kezdeményezés, amely során Bozsolik Róbert polgármester felköszönti a településen élő szépkorúakat az idősek világnapja alkalmából. Hosszú évek óta, október 1-én Bátaszéken is megemlékezünk az idősek világnapjáról. Nem kötelességből, hanem szívből és szeretetből, hiszen azt gondoljuk, hogy mi fiatalabb generáció sok mindennel tartozunk az idősek számára. És ezen a napon köszönetet tudunk mondani azért a sok-sok önzetlen munkáért, amit családon belül tettek és tesznek a fiatalabb generációkért, és amit tesznek egy közösségért, mint Bátaszék közösségéért, hiszen az ő kezük munkája nyomán alakulhatott úgy ki ez a település, ahogy jelen pillanatban kinéz. És azt gondolom, hogy ha máskor nem, akkor az idősek napján ezt mindenképpen meg kell köszönjük. Kis Szilvia, a Gondozási Központ Idősek Klubjának szakmai vezetője számolt be a rendezvény szervezéséről. Idősek világnapja alkalmából egy kis műsorral, illetve vendéglátással köszöntöttük az időseket. A helyi zeneiskolából, óvodából, iskolából érkeztek gyerekek, akik verssel, zenével és tánccal örvendeztették meg a klub tagjainkat. Cebe Jánosné háláját fejezte ki a szervezőknek. Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy ennyire törődnek az idősekkel, hogy műsort is rendeznek nekik. Nagyon jó érzés, és hogy mennyi munka van mögötte, azt leginkább azok tudják, akik elkészítették, és a legkisebbtől a nagyobbig, legnagyobbakig mind magukat adták teljes szívvel. A műsor végén a polgármester és a gondozási központ munkatársai ajándékkal kedveskedtek a meghívott vendégeknek.